Hát ide figyelj, ez 30 kiló. 30 kiló húzdaka. Ilyet utazunk vastag hátra. Igen. Nagyon. Nagyon szép. Hát ebben a plusz 30-assal nagyon örültem, hogy a kis Iminek a nyomába tudtunk egy kicsikét lódulni, habár még egy pár 20-assal azért előttünk tart, de egy kicsi örömbe üröm is vegyült, hisz itt ezen a 19-es álláson az egyik kedvenc helyem, és én ezért szeretek ide többször is visszatérni, mert aránylag ismerem a jellegzetes részeit is, és nagyon szeretek itt horgászni, de az üröm pedig az volt, hogy közben abban maradt a vihar, abban maradt a szél, és ahogy ez abban maradt, nekünk meg is álltak a kapások. A melegedő vízben elkezdtek a halak ívni. És sajnos ez a 19-es helynek az a jellemzője, hogy egy-két sekélyebb rész található benne, de inkább a mélyebb részek, a 3-5 méteres, sőt előttünk akár 8-9 méteres víz is található, és ezek miatt ezek a halak elvonultak a sekélyebb részekbe, a csatornákba, ahol másfél méteres, egy méteres víz van. Nálunk egy-két helyen a partövébe lehetett látni halakat, amelyek ívtak, és ezek a halak, amikor ívnak, sajnos nem is esznek. Igen, ezeket a partszél ívásokat figyeltem én ki, és ezt próbáltam kihasználni, ugye, amit mutattam az elején, ugye ez a krembőris fluoropopápot kitettem ugye az egész ilyen 1-1-10-1-20-as vizekbe, ahol találtunk, de hát tényleg nagyon kevés volt, meg ott egy pici kis csatorna van nekünk, tehát nekünk nincsenek ezek a csatornáink, ezek a sekély csatornáink, mint ami mondjuk a 21-es állásnak. És ugye oda kitettem ezeket a fluoropopápokat, amihez raktam egy kis flumino likvidet és flumino grand bétet összekeverve, kis PVA-ba, mint egy stick mixet, és ugye ezekkel fogtam többet, amit Laci bácsi mosolygósan kárászos botnak nevezett, mert azon több kapás volt, de ezek a kárászok egyébként, ezek pontyok voltak, és ilyen 13 és 17 kiló közötti volt, de hát ugye természetesen, aki ide jön, ott mindenki minimálisan 20 kg fölötti szeretne, de ugye mindenkinek az álma a 30 kg-ot átlépni. Sőt, még több kisengedtem Zolinak ezeket a halakat hozni, mert mondtam, hogy ilyen 18 alattiakat azért ne hozzunk már ki, van elég anyagunk arra, hogy bemutassuk a bojliknak a fogóságát. Ott van, nézd, ott a... Ebből kamponéró lesz. Megkampózzuk. Itt bal oldalról fogjuk kampózni, mert itt látszott, hogy itt megy a hal. Most is szépen húzza egy kicsit. Tehát nézzétek, itt jön ugye most a lényeg. Itt a létkornál mindjárt elvágjuk a zsinort. Azt itt elengedjük, ezt a végét, és nézzétek, így lehet kigubancolni a leakadást. Ahol lent fűzte magát a halat, szépen visszahúzzuk a zsinort. És itt a vége. Fuss el vél. Thank you.
nálunk is. Ez volt az a végszerlék, amit ugye tegnap együtt helyeztünk le ide. Ezután én is az édesre váltottam, hiszen a tavon az ívás annyira elhatalmasodott, hogy ki kellett tenni teljesen a lehető legsekélyesebbek vízbe, hogy ott esetleg valamelyik hal, aki még nem akar esetleg ívni, de már ívás közelében van, hát ha felveszi ezeket a csalikat. Ezt két kisebb 14-esre és sajt egy lebegővel oldottam meg, szintén az előzőben ismertetett módszer szerint, hogy a tű a fenéken maradt. Hál' Istennek rögtön jelentkezett is kapás rajta, de ez egy ilyen 12-13 kiló volt, amit ki se hoztunk. A második kapás az már egy nagyon jó jelentős hal volt, amit fárasztás közben meg is fogtok ti is tapasztalni és látni a kampózással együtt, de sajnos ez nem tudott a 6 méteres vízből, nem tudtuk eredményesen felkampózni az akadót, és ennek következtében is vesztettük ezt a halat. Igen, ez az átka sajnos ennek a víznek, ugye, hogy nem elég a kapást elérni, így ott még csak fél távon vagyunk, ugye ki is kell fogni azt a halat, ki is kell meríteni, hogy ami szintén egy igencsak nehéz, főleg az akadós pályákon, főleg azokon, ahol rendkívül nehéz akadókkal tarkított a hely. Balra menjél majd zól, hogy a tényre rá ne menjünk, mert balra jó. Nem jött ki a szélére. Ki jött ide az akaróba. A szemtelenje. Le van akadva? Hát meglátjuk szerintem, igen. Próbáljuk elhúzni az akadóból. Követség. Mi lehet? Sajnos ez a kellemetlenebb része, amikor körülbelül 6 méter található itt, és ugye a kampunk az csak körülbelül 3 méteres. Úgyhogy csak bízhatunk benne, hogy nem az alján van leakadva. Fárnak a tetszőjük még valahol. Hopp, na. Talán még szerencsénk lesz. Lehet, hogy csak a hal ért hozzá. Megvan egy sajnos egy akadó. Hát ez ennyi. Ez a rosszabbik helyzet, ez a kibogozhatatlan csomó. Hát sajnos ez van. Minden nem sikerülhet, de reménykedjünk, hogy lesz még új kapás. Ez a méreg, hogy napok után várunk egy-egy kapásra, és még az sem biztos, hogy meg lesz. Igen. Amíg Laci be újra csaliz, addig megragadom az alkalmat, és akkor megmutatom nektek, hogy hova is tette le, hol volt letéve ez a végszerelék. Itt most, mint láthatjátok, közel vagyunk nagyon a széléhez. Itt 2,7 méter mély a víz. De nézzétek, ahogy megyünk ki, ugye ahova láthatjátok, ahova eltett Laci bácsi. Hát jön is fel az oldalán, és egészen, ha minden igaz, fel kell jönni ilyen 1,8-as vízig. 1,8. Így van. Ott mutatja a boldit is pontosan. 1,7, 1,8. Ide volt letéve, tehát most egyértelmű, ugye így, hogy bejött az ívási időszak, egyértelműen azt mutatja, hogy a sekélyebb vízek azok, amelyek működnek. Az ilyen mélyebb 3-3,5-2,5 méteren lévő végszerlékek egyáltalán nem akarnak halat adni.
szokásos magmix az elmaradhatatlan. És még egy apró kis csikot húzunk hozzá, hogy megnezessük a halat az etetésre. Jó, oké. De az évásról se kell tulajdonképpen megijedni, ezt én a saját tavamon is tapasztaltam, hogy nappali órákban, amikor ívnak a halak, ki kell tenni a nád vagy a sekélye víznek a környékére, ott időnként azért elcsapják a halak, éjszakára viszont visszatérhetünk a mélyebb vizekre is, vagy más ízesítésekkel is. És én mindenkinek azt ajánlom, hogy a bevált módszerével, bevált bojjával horgászon, ha véletlenül valami nem veszi fel, ott nem a bojlival van probléma, nem a szerelékkel van probléma, hanem nincs ott a hal, vagy egy olyan stádiumban van, amikor ő egyáltalán nem akar enni. De higgyétek el, amint meg fognak mozdulni, fognak enni, az a szerelék, amiben már nagyon sok halat fogtunk, az a bojli, ami már igen bizonyított több alkalommal is, az meg fogja fogni nekünk a halat. Igen, és ugye kimondottan különösen azok a helyek, amelyek már beváltak, azok mellett ugye itt érdemes kitartani, mert előbb vagy utóbb, ha elindul a hal, akkor mindenféleképpen ugyanúgy adni fogják. Igen, nekünk meg már az a mi pekünk, hogy most ez a 19-es hely, amelyik egy nagyon jó helynek számít, most évás szempontjából egy nagyon gyérhely, és itt nagyon kevés hal van, ez meg is mutatkozik, hiszen én a mélyebb vizet horgászom, és ezért szerintem törvényszerű, hogy kevesebb halat is fogtam, mint te. Igen, de azért még ne írjuk le ezt a horgászatot, még van idő, bármelyik pillanatban elindulhat tulajdonképpen, de az biztos, azt gondolom, hogy ezt leszögezhetjük, hogy nem gondoltuk volna, hogy még vissza fogjuk sírni ezt az esős hideg időt, hiszen ugye akkor jöttek a legjobban a kapások, meg akkor jöttek a nagyobb darabosabb halak, és ugye el kell mondanunk még egy fontos dolgot, hogy bár nem sikerült 30 kg fölé mennem, de nekem is sikerült megdöntenem a saját egyéni rekordomat, ugyanis sikerült kifognom szintén ugyanúgy az észlopvorm bojlinak köszönhetően egy 27,8 kg-os pontyot. Nézzétek meg most ennek a felvételét.
észlop. Nem baj, tökéletes. Mennyi? 27-80. Csalt a szemem 20 dekát. Aha. 27-80. 27-80. Nagyon szép. Határtalanul örülök ennek a gyönyörű halnak, mint amit ti is láthattatok, tehát eszméletlen, tehát magát tartani a halat, meg látni azt, hogy milyen háta volt a halnak, meg milyen darabos, milyen testes. Tehát ezeket szavak, tehát sajnos ez képernyő nem lehet eléggé átadni, de bízom benne azért, hogy így a tévé képernyő mögött is rendkívül élveztétek, és nagyon örülök, hogy együtt horgászhatunk, Lassi bácsi, és még van még hátra néhány napunk, bízunk benne, hogy még tudunk nektek mutatni legalább ilyen szép halakat. És ráadásul még az is egy nagyon nagy dolog volt, hogy megérkezésünk második napján fogtad ezt a halat. Így van. Tehát lényegében még nem fogtunk semmit, és második nap 28, harmadik nap 30, tehát nagyon derülátóan vártuk a következő napokat. Igen, igen, de bízunk benne. Amire egy kis örömvegyült tulajdonképpen. Igen, de bízunk benne, hogy azért ez még megváltozik, de ha így marad, én ezzel is maximálisan elégedett leszek ezzel az eredménnyel. Szabadítjuk a kis bohóctól, és akkor lássuk. Szent. Hopp-hopp. Hát ez sosem ment volna el. Jó, ez megvan. Na, nyugi. Nyugi, nyugi. Ezt nézzétek. Itt van a cranberry pop-up. Ezt imádja. Laci bácsi szerint a kárászos. A kárászos szerkó. Jó. Azt mondja. Oké. Vihetjük, igen. Egy kis 20-as kárász. Ezt nézzétek, ezt a gyönyörűséget. Kis lógó hasuk is.
20-as. Gyönyör. Na, ez már azért biztató jel. Yeah.